Újabb terhet vett le a kormány a főváros válláról. Állami beruházásként valósul meg a kettes metró és a gödöllői csömöri hév összekötése, illetve a hévvonalak felújítása. Erről és az új közlekedési múzeum vasúti megállójáról Vitézi Dávidot, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatóját kérdezem. Vitézi, nézzük először az Őrsvezértere környékét, hogy a hév hogyan lesz összekötve a metróval. A kettes metró és a gödöllői hév összekötés az valójában azt jelenti, hogy a kettes metrónak a metró színvonalú üzemét elzárt autó, színbeli autós keresztezésektől mentes, sűrű, megbízható üzemét, azt kiterjesszük az Őrsvezérterén túlra egészen a 16. kerületbe és azon túl az agglomerációba, Kistarcsa, Nagytarcsa, Mogyoród, Gödöllő irányába. Hogy miért fontos ezt összekötni, ezt gyakran megkérdezik tőlem. Képzeljük azt, hogy mondjuk a Kistarcsai Kórház mellett létre tudnánk hozni egy 1500 férőhelyes P pluszer parkolót, és meg lenne az első olyan hely Budapest körül, az M0-as körgyűrűről lehajtva, közvetlenül egy P pluszerbe le lehet tenni az autót, akár az M3-asról jön valaki, akár a 4-es útról, és onnan közvetlenül a Deák Ferenc térre metróval be tud menni, vagy bárhova a belvárosba. Tehát ennek van nagyon is haszna és értelme. Ezt a beruházást még civil aktivistaként kezdtük el sok-sok évvel ezelőtt. Még Demszky Gábor főpolgármester próbáltuk meggyőzni, hogy az Alstom metrókat úgy vegyék meg, hogy erre alkalmas legyen, aztán ez nem így történt, de ezt orvosolni lehet, és aztán... Igen, mert hogy egyébként a járműpark felújításáról is olvastam. Ez mindenképpen új járművek, mert ugye ezek a régi hévek, magaspadlós régi hévek szörnyű állapotban vannak, ezeket le kell cserélni. Aztán az előző városvezetés a 16. és 17. kerületi polgármesterrel együttműködésben elkezdte ennek az érdemi tervezését. Az önkormányzati választások után azonban ez a projekt megfeneklett, az új városvezetés már nem kívánta folytatni a hévek fejlesztését és ennek az előkészítését. Akkor tett arra javaslatot Szatmári Kristóf, aki a 16. kerület országgyűlési képviselője, hogy vegye át a kormány ezt a beruházást. Ezt letárgyaltuk a fővárossal, BKK-val, és most írtuk alá azt a szerződést, amivel átvettük és folytatjuk az előkészítést. A tervek, hiszen ez egy félbehagyott tervezés volt, a tervek 2023-ra lehetnek teljesen készen, aztán lehet elkezdeni az építkezést. Nagyon hiszünk abban, itt most a videón is, ami látszik, ugye, óriási nyomást helyez az elővárosokból érkező autóforgalom Budapestre. Rengetegen kiköltöztek az agglomerációba az elmúlt évtizedekben. Az, hogy az elővárosi vasutakat és a híveket versenyképesebbé tegyük, megbízhatóbbá tegyük, kapacitívabbá tegyük, az el lehet érni, hogy megduplázzuk akár azok számát, akik használják a tömegközlekedést. Ez jót tesz a levegőnek, jót tesz a klímának, és persze csökkenteni tudja azokat a dugókat, amik Budapesten minden nap. Vezérigazgató úr, mindjárt megnézzük, hogy ez mekkora tehermentesítés, mert hogy ugye folyamatosan erről beszél, akár a parkolókat nézve, akár hát az embereknek a közlekedési szokásait nézve, de előtte tudom, hogy nem lát bele a főváros vezetésének a fejébe, de ők miért nem akarták ezt? Miért kellett, hogy az állam átvegye? Én azt hiszem, hogy ebben inkább egy ilyen dac volt benne, hogy ezt az előző városvezetés kezdte el, és akkor ők ezt nem kívánták folytatni. Én magam sem értettem igazán, hiszen abba a zöldnek mondott programban, amit a várospolitikában elvileg a városvezetés képvisel, nagyon is beleillik a metrók és a hévek fejlesztése. Én nagyon sajnáltam, akkor is szóvá tettem, amikor 2020 elején a közgyűlés arról döntött, hogy ezt a beruházást nem folytatja, és emiatt kellett ezt átvennünk, de azt tudom ígérni a BFK részéről, hogy Fürjes Balázs államtitkár úrral közösen azon fogunk dolgozni, hogy ebből mi hamarabb építkezésre alkalmas, építhető tervek legyenek, és elkezdődhessen az, hogy a hévet, ha úgy tetszik, metróvá alakítjuk itt ezen a szakaszon, és bevonjuk a városi közlekedést. Sokkal jobban. Na, nézzük még a tehermentesítést, hogy jusson idő a közlekedési múzeum vasúti megállójára is. Szóval, hogy itt a Kistarcsai Kórház mellett 1500 P pluszer parkolóról beszélt, ez mondjuk durván 2000-2500 ember, ha úgy veszük, vagy akár három. De nyilván sokkal többen gondolkodnak. Sokkal többen, abba is érdemes belegondolni, hogy hányan vannak ma, akik buszokkal állnak a dugóban a Kerepesi úton, a Veres Péter úton, és most már át tudnának szállni, nem csak az Őrsön, hanem jóval előbb Cinkotán, Mátyásföldön már a metróra, hiszen ha össze van kötve, akkor nem veszít egy átszállást az, aki busszal nem az Őrsig megy, hanem előbb átszáll, és az agglomerációból is lényegesen több ember tudna autó helyett a tömegközlekedésre vonzani. Itt naponta 30-40 ezer emberről beszélhetünk, aki inkább a tömegközlekedést, a kötött pályás tömegközlekedést választaná a motorizált módok helyett, hogyha ez az összekötés megvalósul. És ez azért egy jó példa, mert a Szél Rózsa minden irányában ilyen típusú munkákat kell elvégezni, akár a Ráckevei hév, Csepeli hév meghosszabbítása a Kálvin térre és a felújításuk, amin dolgozunk, akár az elővárosi fejlesztése, a déli körvasút megépítése, amiről éppen tegnap este döntött a kormány, hogy ennek a finanszírozását biztosítja, vagy akár az a
megállóhely, amit említett az imént, a közlekedési múzeumnál, ami ugye az én szívemhez nagyon közel áll, hiszen a közlekedési múzeumot is vezetem, és dolgozunk azon, hogy egy gyönyörű világszínvonalú új közlekedési múzeum jöjjön létre Budapesten, és mellette egy nagy lehetőség van egy új vasútállomást építeni, de nem azért, hogy az emberek múzeumba vonattal járjanak csak, nyilván ez is elő fog fordulni hétvégente vagy néha napján, de annak a fő lényege az, hogy végre a legforgalmasabb elővárosi vonalról, ami beköti egész Rákosmentét, Rákoscsabát, hát meg 60, meg az Újszászolnoki vonalat, igen, összeköti, és az Újszászolnoki vonal, ez a két együtt 40 ezer ember ingázik ott minden nap, arról át lehessen szállni az egyes villamosra. Eddig ugye Kőbánya felsőtől, ami azért nem a város közepe, a keletig nem állnak meg a vonatok sehol, és az egyes villamos fölött áthaladnak a vonatok, úgyhogy nem lehet átszállni. Illetve hát én is felszállni. Jelenleg is zajlik a felújítás a Puszta-Szabolcsi vonalon, és a 60-in ez rövidesen elkészül. A következő nagy beruházás a déli körvasút, itt a kivitelezés, ez ugye, ami összeköti Kelenföldet a déli hídon át, Ferencvárossal, új megállókkal, az Infoparknál, a Művészetek Palotájánál, Népligetnél. Ennek az építkezése elkezdődik 23-ba és 26-ra elkészül, közlekedési múzeumállomás reményeink szerint 24-re elkészül, és vannak olyan elemek, amik csak akár az évtized végére vagy a következő évtized elejére készülnek el. Az a lényeg szerintem, hogy legyen egy világos víziónk is programunk, ez megvan, ez a budapesti agglomerációs vasúti stratégia, és e mentén haladunk előre.